Szerkezetszerelés befejeztével kívülről úgy tűnik, hogy az épület elkészült. A házgyári épületek kivitelezésének fejlettsége azonban még nem olyan mértékű, hogy minden tevékenységet előre gyártva végezzenek el. Az épület belsejében még sok munka vár a dolgozókra. A függőleges csomópontoknál, az épület szerkezetek csatlakozásainál, az alácsömöszölt falaknál csekély mértékű eltérések keletkezhettek, amelyeket csak utólag lehet helyrehozni. A munka lényege vakolás rendszerint PC habarcsal, amelyet kőműves szakmunkásoknak hagyományos módon és hagyományos eszközökkel kell elvégezniük. A viszonylag alacsony szobák felső szegleteit közepes állványokról is elérik a dolgozók, így az állványozás művelete nem számottevő. A felszerelt radiátorra visszahúzott papírgöngyöleg védelmet nyújt az esetleges sérülések, szennyezések ellen. A falpanelokban födémekben kiképzett a szerelést elősegítő technológiai nyílásokra, résekre nincs tovább szükség, elvakolhatók. Azokban a lakásokban, ahol a villanyvezetékeket a falakban kialakított hornyokban helyezik el, a hornyokat ugyancsak a kőművesek vakolják el. Jelentős helyszíni kőműves munkát igényel a gyártók és szerelők hibáinak kijavítása, eltüntetése is. A pontatlan elemelhelyezés, anyagszerelés, gondatlan vibrálás következtében nem egyszer vésni kell a beton. A sérült részeket ugyancsak el kell vakolni. Ha a szerelő komplex brigád és a házgyári épület többi dolgozója is lelkiismeretesen betartaná a technológiai utasításokat, az utólagos javítások mértékét lényegesen csökkenteni lehetne az épületen. Sok helyen, mint például a lépcsők éleinél, a javítás elkerülhető lett volna, ha a szerelés alatt védőburkolatokat szerelnek fel. A födém síkbeli eltérését, a csomópontok és osztások durva betonfelületét gyorsan kötő, kiegyenlítő habarcsok terítésével, simításával szüntetik meg. Leggyakrabban Palmafluid 1110-es, Breplasta, cement és víz keverékét használják gyorsan kötő habarcsként. A sík födém felület szőnyegpadló vagy ragasztott parketta alkalmazása esetén elkerülhetetlen előfeltétel. A gyorsan kötő, kiegyenlítő réteg felhordása általában hagyományos eszközökkel történik. Esetenként az osztott födémeknél a panelok közötti fúgát is elvakolják, csorbult széleit kijavítják, végül a hornyot egyenletes mélységűre képezik ki.
házgyári épületek lakásainak mennyezetét, a mellékhelyiségeket, a folyosók lépcsőházak falait festik vagy metelik. Festés előtt a panelok felületét glettelni kell. Metelés alá, mint például a mennyezeteknél, meszes glettelést végeznek. Ennek során simítják el és véglegesítik a födémek közötti hornyot. A glettelést, metelést több házgyárunkban betanított munkások végzik. Az oldalfalak hibáit, a betonfelület pórusait ugyancsak tömíteni kell, tapétázás és festés alá egyaránt. A falak glettelésére breplasta a műanyag alapú keveréket használnak. Az épület külső felületeinek festését a panelgyártás feleslegessé teszi, de néhány helyen, legtöbbször a lodzsáknál, utólagos javításra és festésre is szükség van. A mennyezet meszelését loka típusú meszelőgéppel végzik. Az előirányzott felületeket háromszor kell lefújni. Az elhelyezett szerelvényeket, kész felületeket ideiglenes burkolattal kell védeni a mész ellen. Némely vállalatunk korvin vagy egyéb géppel szúrható festékfelhordást alkalmaz a szobák mennyezeteinek festésénél. Az építkezésen ma még előfordul, hogy szakmunkások kézzel végzik a mázolási munkákat. A fémszerkezetek közül a központi fűtés vezetékei főálló zománc festést kapnak, alapkezelt felületre két rétegben felhordva. A fa felületek, mint például a beépített bútorok, ajtók túlnyomó része lakköntött vagy mázolt állapotban kerül beépítésre. Némely nyílászáró szerkezetet azonban, mint például a lodzsát lezáró szakipari falat, csak gombamentesítve vagy előkezelt állapotban szállítják a helyszínre. Ezeket a faszerkezeteket beépítés után a helyszínen mázolják. A technológia hagyományos. Portalanítás után alapmázolás következik a faszívó képességének csökkentésére, majd két rétegű tapaszolás, különböző finomságú csiszolás, majd a két rétegű mázolást lakréteg felhordása követi. A beépítéskor megsérült gyárban mázolt felületeket is itt kell kijavítani. A homlokzatok élénkítésére a tervezők sok színt alkalmaznak az ablakoknál. Ezzel is növelik a helyszíni mázolási munkát. A lodzsák, erkélyek, fémkorlát szerkezeteit is a mázolók látják el rozsdavédő és színes lakfesték bevonattal. A panelos épületszerelés fejlesztésében a helyszíni mázolás részarányának csökkentésére több új megoldást irányoztak elő.